2 percen Novák előtt képviselőnek, a Mi Hazánk képviselőjét illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, a nagyon demokratikus Kövér László tavaly egy személyben letiltotta a holokauszt kárpótlások és a cigányügyi támogatások növelését ellenző költségvetési indítványaimat, így leszavazásával sem kellett bajlódjanak idén hivára hasonló módosító javaslataimra. Más ilyen letiltásra egy ciklusban még nem került sor. A korábbi években is csak olyan színvonaltan a módosító javaslatokkal történt ilyen, mint például Jakab Péternek az Orbán szoborra vonatkozó indítványa. Miközben Kövér Lászlót nem zavarta, hogy a DK a háborús veszélyhelyzetben a honvédelmi alaptól 20 milliárd forintot javasolt elvonni, valamint a kühoni magyarságtól 10 milliárdot, addig az én 16 költségvetési módosító javaslatom közül visszautasította a holokauszt kárpótlások és a cigányügyi támogatások növelését ellenző indítványomat. Igyekszem most még diplomatikusabban indokolni, de hihetetlen, hogy az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő holokauszt kártérítés még mindig költségvetési tétel, jövőre is az lesz a mostani előttünk fekvő javaslat szerint, sőt, emelésre került a törvényjavaslatban, miután 4 éve a Mazsihisz elindította a holokauszt túlélők második generációjának támogatási programját is. Szerintem elég volt a holokauszt kárpótlásokból, és mivel a holokauszt számainak vizsgálatát abszurd módon a BTK tiltja, ezért nem korrekt a költségvetési törvény részévé tenni. A Mi Hazánk alapító nyilatkozatának mellékletét képező vitaindító iratának egyik pontját is benyújtva a bűnszervezetnek is tekinthető botrányoktól hangos országos roma önkormányzat támogatásának megvonását is kezdeményeztem, bár mértéktartó módon kerülve azt a szót, amely miatt épp most büntetett meg a házelnök 5 millió forintra, de a házelnök így sem tűrte ezt a javaslatunkat, pedig nem mi vagyunk rasszisták, hanem azok, akik a milliárdokat bőrszín alapján osztogatják. Vessünk véget ezeknek, azt javaslom. Köszönöm.